Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit advent második hetének Zsoltárával. Íme eljön az Úr a népek üdvözítésére, és hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére. Urunk néped pásztora, hallgass meg, jöjj el, üdvözítsd népedet, kelts minket életre, és hirdetjük nevedet, világoltasd orcádat, hogy üdvözüljünk. Hallgassuk meg mai ószövetségi igénket, a 41. Zsoltár 5. versét. Uram, légy kegyelmes hozzám, gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened. És újszövetségi igénket Jakab levelének 5. fejezetéből a 15. verset. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követette is el, bocsánatot nyer. Napi igékhez fűzött üzenetet egyházunk gondozásában frissen megjelent napi ige lelki útra való az év minden napjára című áhítatos könyvből olvasom, ma Verasztó János gondolatait hallhatjuk. Bűn és betegség, bocsánat és gyógyulás elválaszthatatlan kapcsolata magától értetődőnek tűnik, de ebből természetesen nem következik az, hogy aki bűnt követel, az beteggé is válik, és az sem, hogy aki bocsánatot nyer, az meg is gyógyul. Sokkal inkább arról van szó, hogy a bukott természetünk egyik jellemzője a beteg állapot, a gyógyulásért, szabadulásért és bocsánatért kiáltó hiány. Bizonyosan vannak konkrét bűnök következtében fellépő betegségek, és az is igaz, hogy aki nem mondott, meg nem vallott bűnök akadályozzák a gyógyulást. De az sem ritka, hogy Isten egyenesen nevel egy meg nem gyógyított betegségen keresztül, és arra tanít minket, hogy elég nekünk az ő kegyelme. De balgaság lenne nem számolni azzal, hogy Istennek minden lehetséges. Bárkit meg tud gyógyítani, és egyetlen ma még gyógyíthatatlan betegség sem nagyobb az ő erejénél. Talán akkor járunk legközelebb az igazsághoz, ha Jézusnak a vakon született fiatalember meggyógyítása kapcsán kibontakozó vitában elhangzó mondatára figyelünk. Azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. A cél felől tekintve minden jelenséget úgy szemlélhetünk, hogy Istennek terve van velünk. Minden hatóságának titka nem a rossz megakadályozásában tárul fel, hanem abban, hogy még a bűnben, a betegségben, a halálban is hat. Szerető Istenünk, sokszor elbizonytalankodunk a rossz láttán. Még az is megkérdőjeleződik bennünk, hogy jó vagy-e egyáltalán. Segíts bennünket felismerni hatalmadat és szeretetedet a velünk történő rossz dolgokban is. Segíts meglátni nekünk, hogy egykor majd mindent helyreállítasz Jézusban. Vágyunk oda, ahol nem lesz könny, sírás, fájdalom, szenvedés, éjszaka és halál. Addig is segíts hinni benned. Amen.